Belépve a a Tiszavasváli raktárba, még nem feltétlenül számítottak rá a nébi munkatársai, mi mindent találnak ellenőrzésük során. Hamar előkerültek azonban a raklapok között szaladgáló egerek. A képek még május végén készültek a bértárolást végző vállalkozásnál, na hivatal most tette közzé beszámolóját. a csomagolásom, sőt, még egy rákcsáló tetem is előbukkant. A húsokon pedig penész, de ami ezért nincs, azon is jól látszik, hogy fogyasztásra alkalmatlan. A létesítményben tárolt fagyasztott élelmiszerek több napon át tartó tételes átvizsgálása során, mint egy 236 tonna esetében állapították meg a szakemberek, hogy azok nem fedelnek meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, például mert lejártak. Emellett nyomonkövetési szempontból nem megfelelő, jelöletlen tétel azonosítására szolgáló adatot nem tartalmazó, továbbá hiányos dokumentációjú élelmiszereket is rejtett a raktár. A hatóság a kifogásolt termékeket kivonta a forgalomból, megtiltotta, hogy azokat ismét forgalomba hozzák és elrendelte a megsemmisítésüket. A jogsértésekkel kapcsolatos eljárás folyamatban van, a vállalkozás pedig, amelynek adatai elérhetők a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal weboldalán, milliós nagyságrendű bírságra számíthat.